Régi vágya teljesült a gencsieknek. Közel 60 év után végre megújult a település óvodája, amely a szomszédos megyeszékhelyről kiköltöző családok és a környékbeli településekről bejáró gyerekek révén egyre nagyobb létszámmal működik. Az épületet a Kicsik műsorával szombaton avatták fel. Az óvoda mindegy 6 méterre megnőtt, a csoportszobák az 50 négyzetméteres helyett 4 darab 60 négyzetméteres csoportszoba biztosítja a gyerekeknek a minimum szintet, a 21. századi minimum szintet. Megújult a teljes villamos hálózat, a gépész hálózat, megújuló energiaforrások kerülnek fel a tetőre. Részben vagy teljesen a villamos energiát fogja biztosítani az épület számára. Emellett akadálymentessé tették az óvodát, a bejáratot és a vizes blokkot is eszerint alakították ki. Közel 100 gyerek jár ide, akiknek már szűk volt a régi tér. Az udvar korszerűsítés az elmúlt időszakban már lezárult, nekünk az épület megújulása volt nagyon fontos, és a csoportszobák lettek nagyobbak, és a berendezéseket pedig a helyi vállalkozók adományaiból tudtuk most újjávarázsolni, és nem a régi bútoraink kerültek be. Szebbek lettek a közlekedő helyiségek, az irodák és a logopédiai szoba is. Amint egy 100 millió forintos költségvetésű munka felét a terület és településfejlesztési operatív program révén elnyert forrásból fedezték, ezt pótolta ki az önkormányzat. Olyan beruházások történtek itt az elmúlt években, amelyek azt gondolom, hogy példanélkül fejlődést indítottak el, ennek része a mostanában átadott óvoda is. Hogyha ennek az 5 évnek a mérlegét akarjuk megvonni, akkor azt láthatjuk, hogy 812 millió forint értékben valósultak meg beruházások, ebből 474 millió forint volt pályázati támogatás, a többi pedig a település saját erejéből rakta hozzá. Az ünnepség végén a gyerekeket még egy meglepetés várta. Adományból és hivatali vásárlásból 3 televíziót kaptak, hogy a Gyöngyöskert óvoda technikai felszereltsége is korszerű legyen.